Akkor viszont bemutatnám Szabó Esztert, a felelős gasztrohős munkatársát. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Köszönjük, hogy itt vagy, és a nézők nem tudják, de most már egy jó ideje itt vagy velünk, és mondtál egy nagyon érdekes dolgot, még mielőtt a Szlasa elkezdtem mondani a szürreális híreit, az újra hasznosítható műanyagról. Hadd kezdjem ezzel. A műanyagról fogunk beszélni, a műanyagmentes hónapról, a júliusról, ennek a jelentőségéről, a kritikus tömegről, ha van olyan, és a hatékonyságáról. De fontos tudni azt, hogy ez nem feltétlenül igaz, hogy van már olyan műanyag, amit nyugodtan használhatunk. Így van. Ugye te a növényi műanyagokról, vagy a lebomló műanyagokról beszélsz, ezt külön kell választani az újrahasznosítható műanyagokról, hiszen ugye ezek azok, amiket bedobhatunk a szelektívbe, és valóban újrahasznosíthatóak. Aztán van az, ami újrahasználható, tehát tartós műanyag, és vannak az egyszerhasználatos műanyagok, amiket egyszer használunk és kidobunk, és vannak ezek a biológiai úton lebomló műanyagok, amik ilyen politejsavból, kukorica keményítő alapú politejsavból készülnek. Ezek ugye növényi alapúak, és le is bomlanának, hogyha erre meg lenne a megfelelő infrastruktúra. Ezek iparilag komposztálható műanyagok, körülbelül ilyen 60 Celsius fok fölött és magas páratartalom fölött bomlanak le. Ezeket külön kellene gyűjteni, egy külön ipari komposztálóba elvinni, és ott valójában komposztálódnának. És akkor mostan a fontos kérdés, ha nincs ilyen megsemmisítő központ, és valaki annyira paraszt, hogy mondjuk kidobja az erdőbe, akkor ott ez az anyag mennyi idő alatt bomlik le? Fogalmunk sincs. Van olyan ismerős, aki mondjuk 2 éve kirakott oda egy poharat, ugyanott van, semmi nem történt vele, esett rá az eső, sütött rá a nap, de... Jól tudom, egy ilyen szerény 2500 év körül van. Hát a műanyagok maguk, azok ugye körülbelül ilyen 500 év alatt, de hát nem volt még annyi idő, hogy ezt ugye megnézzük. De... Jó, csak hogy ne gondolja senki magáról, jó, hát ez egy ilyen kukoricalisztből készült, vagy nem tudom miből készült cucc, ez majd lebomlik. Kidobjuk az erdőbe, végül is lebomlik. Nem? Mondjuk, mert nem bomlik le. Senki nem, semmit az erdőbe. Nem. Igen, így van, hogy nem szabad hátradőlnünk, és így úgy gond, megnyugtatni magunkat azzal, hogy akkor vannak már ezek a növényi műanyagok, nagyon szuper, akkor ezt vehetjük tényleg tonna számra, és akkor minden rendben lesz. Az fontos, hogy igazából magát a fogyasztásunkat kell visszavenni minden szinten, mind műanyagból, mind élelmiszerből, mind mindenből tényleg, és azzal tudunk segíteni. Térjünk akkor vissza erre az egy hónapos akcióra. Robival már sokszor beszélgettünk erről júliusban, hogy na most jó. Van a műanyagmentes hét, és te figyeltél is, mert többször írtál nekem SMS-t, hogy figyeltél arra, hogy hol fogyasztasz, hogyan fogyasztasz. Egyre több vendéglátóipari helyet kapcsol be a felelős gasztrohős csapatok. Van egy barátom, aki egy nagyon érdekes applikációt tervez éppen, azokat az éttermeket szeretnél listázni, ahova ilyen szempontból felelősen gondolkodó fogyasztók menjenek, és kihagyva a többit. Ez például egy jó megoldás lehet-e. Így van, nekünk is van egyébként egy applikációnk, amiben felsoroljuk azokat a helyeket, akiket mi magunk minősítünk. Nekünk ugye van egy fenntartható vendéglátóhely minősítésünk. Ebben benne van az is, ebben a minősítésben, hogy nem használhatnak például polisztirol, habdoboz, csomagolóanyagot. Ezek az éttermek valamint nem használhatnak most már szívószálat, vagy csak kifejezett kérésre adhatnak. Egyelőre ennyit tudtunk bevezetni, de sokan vannak, akik azért ennél sokkal többet tesznek. Ugye mit lehet még tenni? Mondd a listát, amitől valóban felelős egy vendéglátó hely. A mi listánkon szerepel még az, hogy nem használhatnak pálmaolajat ezek az helyek, valamint az, hogy 30%-ban hazai alapanyagot kell használniuk, így aztán ugye a nagyon sok utazást és csomagolóanyagot is meg lehet spórolni. Kell, hogy legyen bioalapanyaguk, kell, hogy legyen környezetbarát tisztítószerük. Azt félfüllel hallottam, hogy az ecetről és a szódabikarbonáról itt az előbb volt szó. Nyilván mi mindig itt cserélünk ilyen hasznos háztartással kapcsolatos tanácsokat a Krisztinával. Nyilván ez egy étteremnél azért ugye mindenféle biztonsági előírásnak meg kell, hogy feleljen, de szerencsére most már vannak olyan tisztítószerek, ami nem az ecet és a szódabikarbóna, de hogy nem károsítják a vízi élővilágot. Ezek azok a dolgok, amiknek meg kell felelni egy étteremnek. A tendencia Magyarországon így a környezettudatossággal kapcsolatosan milyen, hogy tapasztalod?
Hogyha a műanyagmentes júliust nézzük, akkor ugye ez egy 7 éve indult kezdeményezés, Ausztráliából indult, és azt látjuk, hogy talán tavaly és ebben az évben robbant be nagyon. Mostanában hallunk ugye nagyon-nagyon sokat szerencsére arról, hogy azért itt most már óriási problémák vannak, és talán így sokkal több emberhez eljut, és sokkal több ember próbálkozik azzal, hogy tegyen valamit a környezetéért. 300 millió tonna műanyagot termel a világ évente, nagyjából a becslések szerint. Ennek a fele egyszer használatos műanyag. Több országban betiltották már, például Balin. Két kiskamasz elérte, elképesztő történet. Magyarország nem jeleskedett az Európai Unió klímavédelmi egyezményénél. Mekkora jelentősége van ennek? Természetesen nagy jelentősége van ennek, de ugye 2021-től szerencsére ez egy EU-s rendelet lesz, és nekünk is ugyanúgy meg kell felelnünk. Mi is rengeteg műanyagot használunk, és sajnos az újrahasznosításban nem jeleskedünk egyáltalán. Nagyon-nagyon kicsi része hasznosul csak újra a műanyagoknak, rengeteg szennyezett és nem odavaló dolog is belekerül ezekbe a műanyag szelektív kukákba. Így aztán nagyon fontos lenne az, hogy tényleg minél kevesebbet fogyasszunk, és amit pedig már megvettünk, azt kezeljük, és a helyére kerüljön. De amúgy mégis a legfelelőtlenebbek, ezt mondhatjuk, mert ugye a híradásokban, amikor mindig ilyen képösszeállításokat látunk, akkor mindig ilyen ázsiai régiókból jönnek ezek a sokkoló felvételek, hogy a tengerpartot elmossa, betakarja ugye a rengeteg műanyagpalack. Hogy ők a legnagyobb szemetelők ez a tekintetben? Ebben a tekintetben igen, ugye sokszor oda szállították még az európai vagy az amerikai országokból is a szemetüket, tehát hogy ez most már elkezdett visszaszorulni. Ők ugye sokkal többen is vannak, mint mi. De én azt gondolom, hogy itthon sem kell messzire menni, hiszen nemrég jelentek meg képek a Tiszáról, ahol az árapály után óriási mennyiségű szemét keletkezett. A PET kupán, ami ugye kifejezetten a műanyag palackokra fókuszál, rengeteg 3 tonna szemetet szedtek ki a Tiszából, tehát hogy tényleg nem kell messzire menni. Fontos az, hogy az egyszer használatos helyett inkább a többször használhatót válasszuk. Köszönjük szépen, Eszter, hogy itt voltál. Köszönjük, és sok sikert. Fontos beszélgetés volt. Köszönjük.